Hát, üdvözlet Írországba, gyerekek! Azt hiszem, ennél szebbet ritkán láttok, és hogy pont most elcsíptem ezt, hát az egészen rendkívüli, úgyhogy hihetetlen. Miközben a szivárvány csodáltam, még csak nem is sejtettem, hogy a java még hátra van. Mert hogy a szivárvány nem csak egy szivárvány volt, hanem a Smaragd-sziget kapuja. A történet úgy kezdődött, hogy gyanútlanul bejelentkeztem, és elmondtam a kis vlogomat a kiszemelt partszakaszról. De ami ezután jött, az szavakkal nehéz lenne elmondani. Maradj velem, mert ebben a rövid kis videóban Írország megmutatja igazi arcát. Ez a nap is úgy indult, mint a többi, az ég kék, a felhők kicsit szürkék, majd a történet hirtelen, meglepő fordulatot hozott. Na, az a terv, hogy elmegyek oda szembe, és ahogy látjátok, talán ott fürdőznek is, és valahol ott a sarkában, a végén keresek valami szélvédett helyet, és ott fogok bejelentkezni, ha sikerül. Úgyhogy akkor menjünk. Van a csatornámon egy bemutatkozó videó, amiben utaltam arra, hogy a szakmai tartalmakat megpróbálom majd összekötni, vagy valahogy becsempészni ilyen látványvilágba, úgyhogy ez szerintem ez a mai ez ilyen. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy mégiscsak szakítok pár percet arra, hogy mondjak valami témát, okosságot. Úgyhogy amit igazából terveztem, csak egy ilyen rövid kis ízelítő az egészséges életmódból, hogy hogyan függnek össze a dolgok, és igazából miért is járok én ki a tengerpartra. Voltak Írországban, amikor kijöttem, volt nehéz időszak, amikor az elején még be kellett úgymond dolgoznom magam ide, és hát nem mindig olyan munkám volt, amit szerettem volna, de hát muszáj volt, és eléggé stresszes volt, úgyhogy nálam ez a tengerpartra járás az úgy alakult ki, hogy próbáltam egy kicsit a feszültséget levezetni. Úgyhogy rendszeresen kijártam, szinte minden hétvégén, télen, nyáron, és egy idő után ráéreztem arra, hogy így ráhangolódik az ember a természetre, és elképesztő módon lehúzza a feszültséget. Tehát ehhez idő kell, rendszeresen kell kijárni, nem úgy van, hogy egy alkalom és akkor rögtön, de nagyon jól rá lehet hangolódni a természetre, és akkor hihetetlen jótékony hatású, tehát az egész közérzet az embernek, az egész lénye megváltozik, és tényleg tartósan. Úgyhogy ezt életforma szerűen kell csinálni, ugyanúgy, mint mondjuk a sportolást, vagy bármi mást. És hogy az embernek az érzései, érzelmei ugye leképeződnek a fizikai testre, tehát ezt nem szabad lebecsülni, mert például a gondolataink is, ugye minden gondolat mögött is valamilyen érzelem társítás van, és az érzelmeink viszont közvetlen kapcsolatban vannak egy ilyen biokémiai reakcióval, biokémiai reakciót váltanak ki a testben, és láncreakciók sorozatát indítja el. Tehát a hormonrendszerre hat az érzelem, a lelki állapotunk, ugye jó és rossz érzéseink, és ugyanakkor az idegrendszerünkre is hat. És tulajdonképpen ez a két dolog, a hormonrendszer és az idegrendszer, ami szabályozza a teljes testünk működését. Úgyhogy innentől kezdve azt hiszem már nem kell nagyon messzire menni, hogy megértsük, hogy a jó kedv és a jó közérzet mennyire fontos. És itt most nem csak arról a biológiai, tehát itt nem csak arról van szó, hogy kijössz mondjuk a természetbe, és biológiailag közvetlen hatása van, hogy lehúzza a feszültséget, és kitisztítja az elmét, mert ugye ilyenkor csodáljuk a természetet, és nem gondolkozunk közbe, és egy olyan relaxált meditációs, félig meddig meditációs állapotba kerülünk, ami viszont nagyon jótékony hatású, olyan tudatos relaxálás. Úgyhogy mindezek nagyon jól hatnak az emberek képességére, és
tulajdonképpen az agyunknak is kellenek ezek az agyhullámok, a természetnek az energiái visszavisznek minket az alfa állapotba, tehát így mentálisan. És ez növeli a kreativitást, a szellemi képességet, tehát minden szempontból egy regenerációt jelent. Úgyhogy nagyjából ennyit akartam csak elmondani, és ehhez most egy elég szép háttér társult, hogy ha kijövünk a tengerpartra, akkor ezzel tulajdonképpen ilyen egészségügyi kúrát csinálunk, és hát javaslom mindenkinek, hogy iktassa ezt be a repertoáriába. Tehát szálljatok rá az időt, azt a napot, legalább egyszer egy héten menjetek ki, mindegy hova, csak vízpart legyen, erdő legyen, bárhová. Menjetek ki, nagyon-nagyon fontos. Hát fel is adtam a rendelést, úgyhogy kértem egy szokásos flat white-ot, decaf oat milk-el, úgyhogy kicsit most pihenek, meg feltöltöm a telefonomat, és akkor megyünk tovább. Hát én ezt a mai napot nem is húznám szerintem. Azt hiszem, hogy ezek a gyönyörű képek és ez a természeti csoda, amit most itt láttunk, ez bőven elég volt mára. Ehhez nincs mit hozzátenni. Hát Írország tartogat ilyen meglepetéseket, úgyhogy mondjuk ezen nem vagyok meglepve. A program nem teljesen az volt, ahogy elterveztem, de szerintem jobb lett. Ez is sokkal jobb lett. Úgyhogy volt benne szivárvány, volt benne minden napsütés, meg eső, bár az esőt nem láttátok, közben ben voltam a kávézóba, és most onnan jöttem ki, úgyhogy hát azt hiszem, hogy ez egy jó nap volt. Úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok,
és sziasztok!